Visszavonhatatlanul elindult a tanév, így van ez Terézvárosban is, sőt a Szinyei Mersepál gimnáziumban is, amelyről joggal elmondható, hogy az ország egyik legkiemelkedőbben teljesítő gimnáziuma. Azonban az elmúlt időszakban mégiscsak a sajtó ezzel a névvel volt tele. Nem véletlen, érettségi körül problémák voltak, nem a normál gimnáziumi részben, hanem a felnőtt oktatásban. Neyzer Zita, igazgató helyettes a vendégem, nagy szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Akit most az igazgatói feladatokkal bíztak meg ebben a bizonytalan időszakban, de mint igazgató helyettes látja el a teendőket. Nehezebb volt így elindítani a tanévet? Természetesen nehezebb volt, hiszen tanárok is, diákok is, mindenki sajnos értesült arról, hogy most egy évre visszavonták az intézmény érettségi vizsgaszervezési jogát. Ez váratlanul is ért bennünket, és még természetesen reménykedünk ebben, hogy nem marad így, de egyelőre még ez a rendelkezés hatályban van. Tehát nyilván fontos az, hogy az iskola értékeit próbáljuk kiemelni, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy miben vagyunk jók, hogy a diákjaink miért szeretnek hozzánk járni, hogy a tanáraink miért szeretnek nálunk tanítani, és erre próbáltam a tanévnyitón is fölhívni a diákok és a tanárok figyelmét is. Azt gondolom, hogy magyarázni egy bizonyítványt mindig sokkal nehezebb, mint valami jót letenni az asztalra, és csinálhat az ember 100 jót, hogyha egyszer egy baki becsúszik, mindenki azon próbál meglovagolni. Én magam tapasztaltam azt, amikor ott voltam egy ballagáson, vagy egy tanévnyitón, vagy egy évzáró ünnepségen, hogy milyen emelt fővel, milyen emelkedetten tudott beszélni akár igazgató úr is arról, hogy hány gyereknek van már másodikban, első osztályban, másodikban, harmadikban nyelvvizsgája, hány nyelvből vannak nyelvvizsgák, hogy milyen magas a felvételi arány a szinyei és diákok közül, és hogy milyen speciális osztályok vannak. Úgyhogy tényleg próbáljunk meg fókuszálni, és aztán a vizsgálatoknak az eredménye majd el fogja dönteni, hogy volt-e felelős, ki volt a felelős, milyen mértékben, és aztán annak milyen szankcionálása lesz. Egyébként igazgató úr továbbra is ott tanít, ugye, az iskolában? Így van, így van. Hogyan sikerült beindítani az évet? Mennyire kellett átváltoztatni mondjuk az óraszámokat, hiszen egy igazgató mindig kevesebb óraszámban tanít, és az igazgatói feladatokat látja. Ön biztos, hogy többet tanított, bár mind igazgató helyett, és így is kisebb az óraszám, de hát az óráiból gondolom jó párat le kellett most adni. Nem, az igazgató és az igazgató helyettesi óraszám nagyon közel áll egymáshoz, tehát ebből az én részemről nem volt probléma, és még nem kaptam igazgatói megbízást, tehát az én óraszámomat ez nem is érintette, igazgató úr óraszámát annyiban érintette, hogy neki most teljes óraszámot kell vállalnia, de volt nyugdíjba menő kollégánk, ugye egy iskola életében a tanév szorgalmi időszakának a vége az gyakran jár azzal, hogy kollégák elhagyják az intézményt, nekünk is volt nyugdíjba menő kollégánk, és így az ő állás helyére tudott igazgató úr most bekerülni, így van. Egyébként van-e pedagógus hiány a Szinyei Mersepál gimnáziumban, vagy sikerült azt a jó tartestületet megtartani? Tulajdonképpen majdnem teljes létszámmal megvagyunk, de még az utolsó hetekben is voltak aggodalmak, hogy nem tudunk teljesen elindulni, de azt hiszem, hogy mi még jó helyzetben vagyunk. A többi iskolákhoz képest. Mi az a szak, ami a legnagyobb problémát jelenti jelen pillanatban? Nem csak önöknél, hanem általában a középiskolákban. Hát, ahogy én tudom, az informatika leginkább hiányterület. Ha ezt elmondhatom, amikor mi is informatika tanárt kerestünk, akkor egy más intézményben dolgozó kollégától is kérdeztem, hogy van-e esetleg ötlete. Azt mondta, hogy mi ötöt keresünk, mondtam, hogy akkor a hatodikat irányítsa hozzánk, legyen szíves, de azt hallom, hogy nagyon nem találnak informatika szakos kollégát. Azt hallottam, hogy rendkívül kevés a kémiát, fizikát tanító pedagógusoknak a száma, és mi igaz ebből? Szerencsére mi ebből nem sokat érzünk, ugye én is kémia szakos vagyok. Nálunk azért a kémia az egyik osztályunkban emelt óraszámban is van, tehát sokan is vagyunk kémia szakosok, és szeretünk is ott dolgozni. Azt hagyján, de még eredményeket is érnek el, mert emlékszem, hogy legutoljára akkor találkoztunk, amikor egy nemzetközi projekt kapcsán sikerült olyan feladatokkal a nemzetközi szintére kilépni a diákjaival, hogy tényleg el lehetett utazni, világot látni és megmérettetni magukat. Mi lett ennek az eredménye?
Azóta is csináljuk ezt a projektet, bár anyagilag egyre megterhelőbb a számunkra, mert egyre több lelkes diák van. Az idei tanévben értük el a legmagasabb eredményt. Ugye ez egy nemzetközi környezetvédelmi projektverseny, és az angol nyelven folyik az egyik része, és a nyelvi előkészítős osztályunkból 3 tanuló jutott ki. A biológia-kémiás osztályunkból pedig 6 tanuló jutott ki 3 projekttel. A nyelvi előkészítős diákok külön díjat kaptak, illetve 2 közülük megpályázták az egyetem ösztöndíját, és el is nyerték. Úgyhogy ha ott folytatják a tanulmányaikat, akkor már az anyagi fedezete is részben biztosítva van. A biológia-kémiás projektjeink közül 2 projekt ezüstérmes lett, eddig ez a legmagasabb elért biológia-kémiás eredményünk, hiszen a kreatív írásban volt egy teljes kategória aranyérmes, hogy a kolléga erre nagyon büszke lehet, meg az iskolánk is nagyon büszke, és a 3. párosunk pedig dicsérő oklevelet kapott. Azt gondolom, hogy ezek az eredmények is azt bizonyítják, hogy a Szinnyei jól teljesít. Lett-e erre a tanévre valami új specialitás, vagy a régi megszokott ütemezésben sikerült az osztályukat elindítani? Ebben a tanévben még utoljára indítjuk a megszokott osztályaink közül az összeset. A következő tanévtől az igényeknek megfelelően egy új típusú osztályt vezetünk be, amelyben az osztály fele emelt óraszámú angolt, a másik fele emelt óraszámú matematikát fog tanulni, és mind a kettő felének az informatika végigmegy 4 éven keresztül, szintén a normál tantervhez képest emeltebb óraszámban. Ezzel az osztállyal, legalábbis a matematikás felével próbáljuk a műszaki tudományok felé orientálódó diákok igényeit is kiszolgálni. A többi képzésünkben még annyi az újdonság, hogy eddig is volt egy német nyelvi tagozatunk. Azzal az volt a probléma, hogy haladó német nyelvvel indult csak, és több szülő és több gyerek igényelte volna a kezdő németet. Így most lesz egy olyan osztályunk, aminek a fele egy kezdő német csoport lesz, a másik fele ugyanez a haladó. Látszik, hogy tényleg megpróbál az iskola az igényeknek megfelelni, és arra fókuszálni, hogy olyan hiányterületeket tudjon pótolni. A műszaki értelmiségnek a nevelése, illetve az előkészítése tényleg nagyon-nagyon lényeges, mert ezen egyre nagyobb lesz a hiány. Mi az igazi erőssége most az iskolának? Szerintem a diákbarát hozzáállás. Én azt gondolom, hogy a diákok nálunk jól érzik magukat. Ha jól tudom, ők is ezt gondolják, és ezt szeretnénk megőrizni, és nagyon sok diákprogramunk van. Most jöttünk vissza a gólyatáborból, ahol szinte 100%-ban részt vettek az új tanulóink, és a most hozzánk járó 35 felsőbb éves tanuló mutatta meg az iskolai életet az új 9-eseknek, és azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehettünk rájuk, mert nagyon jó példát mutattak. Ugyanígy a hagyományos biológia-kémia terepgyakorlatunkban is, ez már hagyomány nálunk, hogy a felsőbb éves gyerekek mutatják meg a különböző iskolai életet a biológia-kémián, a biológiához és a kémiához szükséges alapkészségeket, és ezt szeretnénk tovább is életben tartani. Gondolom, amikor elvállalta ezt a megbízott igazgatói feladatok ellátását, akkor így végig futott az agyán, hogy lehet, hogy ez komolyá is válik, és hosszú időn keresztül lesz az, aki vezetni fogja az iskolát. Vannak-e ilyen gondolatai, és mit fogalmazott meg magának erre a tanévre, illetve erre az időszakra, vagy esetleg hosszú távra? De amikor ez az egész helyzet kiderült, akkor nyilván át kellett gondolnunk azt, nem csak nekem, hanem a többi helyettesnek is, hogy tulajdonképpen ezt vállaltuk, amikor helyettesek lettünk, hogy igen, előállhat olyan helyzet, hogy hosszabb távra is helyettesíteni kell az intézményvezetőt. Nehogy Isten, ha nincs intézményvezető, akkor is helyettesként helyt kell állni. Hát azt, hogy addig csinálom természetesen, ameddig erre szükség van, azt nem tudom megmondani, hogy ez mivé alakul részemről. Egyelőre azt gondolom, hogy a tanév első napján vagyunk túl, úgyhogy mivel még soha nem csináltam intézményvezetői feladatkört, ezelőtt nem tudom megmondani, hogy mit fogok gondolni erről, de ameddig szükség van erre, azt megígérhetem, hogy foggal körömmel az iskoláért küzdök. Sikeres tanévet kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt voltál!